A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Mai műsorunkban én azt gondolom, hogy igazi egyéniségeket sikerült elhívnom. Ahogy már azt Önök megszokhatták, kedves nézőink, néha-néha bemutatjuk kollégáinkat itt ebben a műsorban, ugyanis ebben a nagy médiacentrumban mi nagyon sokan dolgozunk, és hát időről-időről próbálunk itt kollégákat bemutatni Önöknek. Most pedig olyan egyéniségeket hoztam, akik nagyon fiatalok, már-már szemtelenül fiatalok szerintem, de nagyon tehetségesnek gondolom én őket, és szerintem a kollégáink is így vannak velük, úgyhogy szeretném őket bemutatni. Az egyikük már volt ebben a műsorban, de azt szeretném, hogy lássuk majd ebből a mai adásból, hogy hova jutottunk az elmúlt 3 évben, ha jól emlékszem, 3 éve dolgozik nálunk. Úgyhogy akkor a hölgyekkel kezdem a bemutatást, a legfiatalabban most, Farkas Angéla kolléganőnket szeretettel köszöntöm. Én is köszöntelek, Szilvi. Örülök, hogy itt vagy. Sikerült rábeszélni Maráci Lilla kolléganőnket, hogy bár ő a kamera túloldalán szokott lenni, de mégis most ide leült közénk beszélni, úgyhogy nagyon örülök neked. Én is köszönöm, Szilvi. És hát itt van velünk Varga Zalán, aki pedig többnyire a Vörösmarty Rádió csapatát erősíti, de azért nálunk itt a Fehérvár TV-ben is felfeltűnik, néha mint riporter és műsorvezető, úgyhogy örülök, hogy újra itt vagy. Köszönöm a meghívást, Szilvi, és köszöntöm a nézőket. Na, most egy kicsit meg vagyunk illetődve, azt hiszem, itt a műsor elején, mert hogy annyira nem szoktak ők még ehhez hozzá, hogy ilyen hosszú beszélgetés műsorokba ülünk be, bár mondjuk Zalán ez alól talán kivétel, mert hogy azért neked van a rádióban ilyen jellegű, vagy hát nem ilyen jellegű, de valami más jellegű, de hosszabb beszélgetős műsorod. Én a kamerában nem vagyok még igazán kibékülve, én hozzá vagyok szokva, hogy a rádióba beülök, a mikrofon mögé, ott mondhatni beszélek magamban, és ott ki tudom zárni azt egyébként, hogy kik hallgatnak, mikor hallgatnak, éppen autóban vannak, a hűtő tetején szól a rádió. Itt azért egy kicsit furcsa, hogy látszódunk is, meg azért ide kicsit úgy meg kell jelenni. Uh-huh. A rádióban azért be tudok menni mackóban is, ezt így halkan megsúgom, zárójelesen. Hát ennyi előnye, az van. Az. Jó, majd még erről fogunk beszélni. Ti viszont lányok, hát te még nagyon fiatal vagy, a Lilla sem különben egyébként, ő is nagyon fiatal, de hogy ti azért, bár mondjuk te a színpadot megszoktad, nem tudom, hogy az ilyen jellegű beszélgetős műsorokban mennyire volt már tapasztalat. Hát ilyen jellegűben még nem igazán, maximum én is rádióban voltam így vendégként, de hát az egy sokkal, nekem az egy ilyen intimebb jelenet volt, hogy akkor igazán ketten ott vagyunk, elbeszélgetünk, és abban... De a kamera az nekem is egy kicsit furcsa tud néha lenni, és teljesen más egyébként, mint a színpadon állni. Tehát, hogy ilyen szituációban sokkal inkább izgulok, mint hogyha 300 ember előtt kell a színpadon bármit is csinálni. Uh-huh. Pedig te nálunk a tévében dolgozol. Hát igen, de ott is inkább a kamera mögött vagyok, tehát, uh-huh. hogy maximum a kezem látszik a mikrofont tartva. De igen, ezt még szoknom kell, ez biztos. Na majd aztán, miután Lilla is válaszolt a kérdésemre, majd visszatérünk azért arra részletesen, hogy azért egészen pontosan mi mindent csináltok, de hogy Lillának ugye, meg hát ez, hogy mondjuk akár ebben a műsorban most, ahol a Robi áll, ott éppen te szoktál néha állni, hogy ez neked mennyire kellemes ilyenkor? Az tény és való, hogy komfortosabban érzem magam a kamera mögött egyébként. Voltam már egy ilyen beszélgetés műsorban életem során, az Oroszlányi Televíziónál még pár évvel ezelőtt. Hát ott is elég izgultam igazából, tényleg jobban érzem magam a kamera mögött. Viszont nekem van egy balettos múltam igazából, és ott azt megszoktam, hogy sok ember előtt léptünk föl sokszor, csak ott nem láttam ugye a, nem kamerákat, a nézőket nem láttam, mert teljesen sötét volt. Ez egy kicsit furcsa. Egyébként milyen a kamera másik oldaláról figyelni úgy a körülötted lévő eseményeket? Hát nagyon érdekes, én pont azért szeretem ezt az egészet, mert azt szeretem visszaadni, amit én látok. Tehát, hogy azt szeretném, hogy mások is azt lássák, és úgy, ahogyan én látom. Uh-huh. Mert úgy érzem, hogy egy kicsit máshogy tudom megragadni a pillanatokat, és ez lehet különleges. Uh-huh. Ugyanállad a fotózás is... nagy szerepet játszik az életedben. Van olyan egyébként, hogy te állsz a kamera előtt,
De a fotózás részét is szeretett csinálni, meg hát ugye akár szerintem beszélhetünk esküvői videózásról is, hogy azokat mennyire... Igen, de hát ugye az esküvőkön is a kamera mögött állok, csak a fotózás meg azért egy kicsit más, mert az csak egy pillanat, nem egy hosszabb beszélgetés azért. No, akkor beszélgessünk arról, hogy egy kicsit a területeiteket mutassátok be azt, amit jelenleg csináltok. Mert hogy egy csomó mindennel foglalkoztok egyébként szerintem, ami a ti korotokban szerintem bámulatos. Én azt gondolom, hogy most nem akarok itt ilyen generációs különbségekről beszélni, nincs, de hogy amikor én még egy-két évvel ezelőtt fiatalabb voltam, akkor én még úgy éreztem, hogy a mi korunkban lévő fiatalok nem voltak ennyire sokrétűek. Vagy nem tudom, hogy annyival több most a lehetőség, vagy nem tudom, ti hogy érzitek? Talán most nyitottabb lett a világ is mindenre. Meg én azt érzem egyébként, hogy például, ahogy csak a saját gyerekeim életébe gondolok bele, hogy annyi mindennel foglalkoznak már gyerekkorban, sokkal több a lehetőség, és hogy ezáltal valahogy nyitottabb személyiségek is, nem? Tehát, hogy azért itt lehet majd beszélgetni arról, hogy ti is milyen fiatalon kezdtétek a mindenféle érdeklődéseteket. Szerintem egyébként ez úgy általában is jellemző a mi generációnkra, már csak azért, mert hogy abban nőttünk fel, hogy már itt van az internet, és pörög minden, és nem tudom, és mi is egy kicsit szerintem úgy próbálunk élni, hogy így minden lehetőséget megragadunk, mindenben kipróbáljuk magunkat, és szeretünk többféle dolgot csinálni, és azért a szüleink is szerintem egy csomószor kérdezik, hogy nem fogsz így kiégni, nem terheled túl magad, de nem, szerintem nekünk pont ez kell, hogy folyamatosan csináljunk, és új közegekbe legyünk, és Én ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy több lehetőség van a 21. században az autodidakta módon való tanulásra. Meg ami érdekel engem, annak utána nézek a neten, és akkor otthon elkezdem csinálgatni, tanulgatni. Akár az én esetemben a rádiózás az így indult, hogy bementem az egyik boltba, vettem egy nagyon olcsó mikrofont, és elkezdtem azon gyakorolgatni. És próbáltam leutánozni a nagyokat, hogy ők hogyan csinálják, hogyan vezetnek műsort, hogyan szerkesztenek híreket, hogyan olvasnak híreket. És szerintem ez a kulcs, hogy a jelen generációnak az internet adta lehetőségek segítséget nyújtanak abban, hogy tényleg az autodidakta módon tanulás az elindulhasson. Igen, én is ebben látom egyébként, hogy az internetnek hála így kinyílt a világ mindenki számára, minden elérhető igazából, sokkal tájékozottabbak tudnak lenni az emberek, és így több mindenből tudnak válogatni esetlegesen. Régen ugye ez nem volt ennyire így. Most egy kicsit visszagondoltam a saját fiatalkoromra, hogy azon gondolkodtam, hogy most azt fogjátok úgy is mondani, hogy a technológia vagy a technikák változásával, de nem, mert mindannyian az internetet mondjátok, és egyébként tényleg most, hogy én is belegondolok, most csak az jutott eszembe, hogy ugye a mi korunkban még például a videó volt a nagy dolog, meg a CD, meg a kazettás magnó először, aztán a CD, meg a DVD, és igaz, hogy azok által mi csak azt tudtuk csinálni, hogy leültünk, és akkor megnéztünk egy tök jó filmet, és akkor nem voltunk már tévéhez kötve, vagy nem tudom, 128-szor visszapörgettem a Dirty Dancing-et. Azt is megint, hogy le kellett járni a videótékába. Így van. Kivegyél egy jó kis videót. Így van, de egyébként ez tényleg így volt, mert a Dirty Dancing az abban a korban a legnagyobb film volt, és nálunk az volt, hogy ezt most akkor gyorsan elmesélem, hogy lássátok, meg értsétek, hogy a mi lakótelepünkön, ahol mi laktunk, ott nekünk volt talán az első videómagnónk, amiért még édesapám kiment Bécsbe és behozta, és az egész lakótelep teljesen meg volt hűlve, hogy nekünk ez van. És az összes gyerek, nem tudom, 10-20-an nem tudom hány gyerek átjött hozzánk, és hát akkor nézzük meg a Dirty Dancinget, amit egyébként mi már a testvéremmel láttunk, és beültünk. Hát rengeteg gyerek, ez nyári szünetben volt, beültünk mindenki, egymás hegyé hátán ültünk, megnéztük a filmet, és mindenki... És ezt most vissza lehet tekerni. És gyerekek, visszatekertük, és még egyszer megnéztük, és nem hiszitek el, de hogy összesen megszámoltuk, azon a nyáron 72-szer néztük meg a Dirty Dancing. Na mindegy, ez most csak... Az én fejemben most tudjátok, hogy melyik jelenet, rajzfilm jelenet játszódott le, amikor a Mézga családban a Mári szomszédhoz átmentek sorozatot nézni. És ott már az ajtóban is egymás hegyén hátán volt a Kering Partiban a tévénézők. Ezek szerint megvalósítottátok. De hogy így erről jutott eszembe, igen, hogy a mi időnkben csak ilyen lehetőségek voltak, és valóban, hogyha az internet ott lett volna, akkor már lehet, hogy egy kicsit más világ lenne ma is
kár. Na mindegy, erről most egy jó sokat lehetne filozofálni. Na de akkor beszéljünk arról, hogy akkor ki mit csinál. Angi, mesélj egy picit itt a te mai hétköznapjaidról. Igen. Hát én ugye egy éve kezdtem el itt dolgozni körülbelül a tévénél. Hát itt lényegében szerintem az elejétől fogva eléggé bele lettem dobva a mély vízbe, tehát hogy nem nagyon volt így ismerkedés a dologgal, meg lett kérdezve, hogy engem mi az, ami érdekel itt, hogy most tévézni szeretnék, rádiózni szeretnék, vagy esetleg az újság talán jobban érdekel, és mondtam, hogy nekem abszolút a tévé az, ami így foglalkoztat, amin egyébként meg is lepődtek, mert szerintem a mi generációnkat annyira már a tévézés ez nem feltétlenül mozgatja meg, inkább a videókészítés, vágás, nem tudom. De engem ez mindig is érdekelt, és nagyon szerettem volna riporter lenni. Úgyhogy nagyon örültem ennek a lehetőségnek. Tehát itt én, ha mondhatom így, riporter szerkesztőként vagyok itt a tévénél, ugye. Tehát mindig kijárok forgatásokra, én ezt nagyon szeretem benne, hogy megkapom a nap elején az adott témát, amihez egyébként előtte valószínűleg semmi közöm nem volt. Beülök az autóba, kimegyek, mindig új emberekkel találkozom, és olyan dolgokat tudok meg nap, mint nap, amik így, tehát hogy semmilyen más munkában valószínűleg nem jönne velem szembe, csak így a médiához köthetően. És akkor utána visszajövök, megcsinálom a kis híradós anyagaimat. Úgyhogy igen. És hát közben azért az újságról se feledkezzünk el. Hát igen, 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 abban is szoktam segítkezni, ha meg úgy van. Meg ugye az fmc.hu-n, mert ugye igen. Most már nálunk ugye úgy zajlik a munka, hogy amit megírunk, akár híradóban, az már megy a többi felületre is. Az már megy, igen. Igen. Én írni is mindig nagyon szerettem. Az iskolában is mindig én voltam, aki az ilyen nagy beszédeket megfogalmazta, úgyhogy ebben is elég otthonosan érzem magam, azt gondolom. Úgyhogy igen. És akkor van még egy nagy szerelem ezen kívül az életedben? Igen, a nagy szerelem, amiről így általában tudatosan próbálom lebeszélni magam néha, de hát a szívem az mindig is a színház felé húzott. Úgyhogy ebben így az elmúlt két évben itt a Vörösmarty Színházzal összeköttetésben elég sok lehetőségem adódott így színpadon állni, különböző szerepekben, táncosként, kórusként akár. Úgyhogy igen, ez elég régóta az életem része, a színház. És a tánc az honnan jött? Vagy hogy jött? Táncolni már, tehát én iszonyatosan szerettem zenét hallgatni már kicsiként is, tehát mindenféle zenét, jobbról, balról, minden stílust hallgattam, és már óvodában elkezdtem járni rock and roll edzésre, pompom edzésre, és akkor így váltogattam a csapatokat időről idere, és akkor itt Székesfehérváron a Robó Tamásnak a tánccsoportjánál kötöttem ki, ahol lehúztam 5 évet, és akkor az ő kapcsolata révén kerültem be igazából a színházba is. Kislányom meg éppen a nyomdokai. Igen, jár. Igen, úgyhogy majd nézzük őt is a Vörösmarty Színház színpadán egy idő után. Igen, egyébként ez nagyon jó, hogy itt vannak ilyen lehetőségek, igen, szerintem, mert tényleg onnan egyeneságon úgy nagyjából lehet ilyen színvállalokba bekerülni. Igen. Nagyon jó, és most hol tart egyébként ez a színház téma? Hát most az idei évadban, tehát a 23-24-es évadban 4 előadásban szerepeltem így a Vörösmartyban. Ebből 2 azóta kifutott, és most fogunk elkezdeni még egy próbaidőszakot, így júniusban, úgyhogy azt mondom, hogy talán most pörög a leginkább, mint eddig bármikor. Úgyhogy csinálgatom, közben egyetemre járok, úgyhogy nem unatkozom. Hát igen, ezért mondtam, hogy, igen, hogy elég sok mindennel foglalkoztok. Zalán, hát 2021-ben jöttél ide, ha jól emlékszem. Kerek 3 éve, igen. Igen, 2021 augusztusában beszélgettünk, és akkor mondtuk azt, hogy júniusban jöttél, ugye? Ha igen, jól emlékszem. Igen. És hát azóta, én nekem egyébként már ilyen legalább 5-10 évnek tűnik, pedig ha rád nézek, akkor rájövök, hogy nem annyi. De hogy olyan régen már itt vagy köztünk, és hát tényleg akkor is azt mondtam abban a műsorban is, amikor beszélgettünk, hogy mi, legalábbis én a saját magam nevében tudok beszélni, de azt hiszem, hogy a többiek is egyet értenek velem ebben, hogy
Mi már akkor is ilyen nagy csodaként tekintettünk rád, ugyanis 17 éves volt, amikor itt megjelent, és hát olyan sztorit mesélt el, meg hát mi is már, most nem akarom újra elmondani, csak egy picit feleleveníteni a nézők kedvéért, hogy ugye te már hát gyerekkorod óta foglalkozol ezzel, és tényleg ez mindig a vágyad volt, hogy hírolvasó, mondjuk műsorvezető lehessél, és hogy olyan pici korodban elkezdtél már rádióval foglalkozni, meg hogy saját kis stúdiót beépített, ahogy mondtad az előbb, hogy mikrofont vettél, és akkor tényleg még mielőtt az Alán ide került, ugye mi láttunk róla egy felvételt, amit saját maga arculattal, nem tudom, inzertekkel, híranyagokkal, megvágva elküldött. Vagy nem tudom, hogy elküldted-e, de hogy hozzánk, tehát nálunk kikötött, mert én láttam. Szerintem valamelyik kolléga kikutatta, mert elküldeni nem küldtem el, hanem korábban Németh Gáborral, aki ugye itt Fehérváron sokan ismerik őt, rádiós műsorvezető volt, vele kezdtem el rádiózni nagyon régen, és akkor vele volt egy ilyen projektünk a Covid alatt, hogy én otthon berendeztem egy ilyen kis mini hírstúdiót, és akkor én ott felvettem ezeket a dolgokat, és nem volt annyira jó, de hát ez egy kezdeti lépés volt, hogy minél több területen kipróbáljam magam, vágás, utómunka, hírszerkesztés, hírolvasás, és szerettem volna minél több területen fejlődni. És egyébként ez volt így mondhatni az első lépése ennek, amit említettél. Uh-huh. És akkor ugye visszakanyarodva erre, hogy láttuk ezt a videót, tehát teljesen meg voltunk döbbenve, hogy ő egyébként már akkor is tök készen volt. Már hogy úgy kész, hogy egy kész. Ez azért erős kifejezés. Nekem az volt. Tehát nekem csak a korod hiányzott hozzá, vagy az érettséged. Tehát, hogy bámulatos volt az, ahogy egy fiatal fiút látsz úgy, hogy olyan komolyan elmondja a híreket, és tényleg, amikor megtudtad azt, hogy saját maga készítette el az egészet úgy, ahogy van A-tól Z-ig, akkor teljesen ledöbbentünk, és én tudtam, amikor először találkoztunk, hogy ő tök jó lesz. Most nem azért, tényleg nem olyan elrozni akarlak, mert tudod, nagyon jó. Egyelőre pedig. Tudod, nagyon jó. Nem, mert egyébként én például tudok vele szigorú is lenni, mert hogyha hírszerkesztő vagyok, és olyan anyagot ír, akkor igenis megmondom, hogy ezt nem így kéne írni, és írd át, légy szíves. De ettől függetlenül már az első híradós műsorvezetésednél is. Azt hiszem, hogy akkor, amikor utoljára beszélgettünk, akkor talán még egy vagy kettő ilyen műsorvezetésen voltál túl. 21-ben még nem, mert 22-ben volt az első híradós műsorvezetésem. Igen. És annak is egy elég érdekes sztoria volt, mert én szerintem nyelvvizsgám vagy érettségim voltam. Érettségim voltam, és ki voltam öltözve nagyon szépen díszöltözetben, nyakkendő öltöny, és megjelentem, bejöttem ide a média centrumba, mert hogy a belépő kártyámmal történt valami, és hogy ezt akartam rendezni, és Regős Dóri főszerkesztő megállított a folyosón, mondta, hogy hát, hogy a híradó műsorvezetőnek ki kellett mennie forgatni, hogy Zalán, ha már így ki vagy öltözve ilyen szépen, bejössz a híradóba? Hú, mondom, oké, és még szerencsé, hogy előtte párszor gyakoroltuk. És előtte hogy gyakoroltunk, már azért próbálkoztunk ezzel, ugye? És én is akkor is azt mondtam, hogy ritka az, hogyha valakinek próbálsz, mondjuk leültök segíteni, próbálsz, és azt mondod, hogy figyelj, így olvasd a súgógépet, oda nézzél, stb., akkor ez ugye egyből megvan. Tehát, hogy egy csomó ilyen kis pici dolgot meg kell tanulni ahhoz, hogy valahogy az úgy kinézzen. És az Alánnál, én emlékszem, hogy 4 dolgot soroltam fel, egy, hogy ne beszélj a rádiósan, másrészt, hogy nézzél a kamerába, meg még volt 2, de arra már nem emlékszem, de mondtam, hogy ezen kívül nem tudok rád mit mondani, és akkor összesen 17 volt, és én mindig rágtam ott a Dóri fülét, meg a többiekét, hogy engedjük már, és mondtak, hogy nem, mert olyan fiatal, hát még mutál a hangja, és közben azért már, szerintem azért elkezdtél már megérni, és már beszélhetünk arról, hogy itt te komoly munkatárs vagy. Én azt gondolom, hogy említetted, hogy amikor évekkel ezelőtt láttatok ezt a felvételt, hogy már kész volt. Én úgy gondolom, hogy a média, azon belül is nekem ugye a szívem csücske a rádiózás, egy élethosszig tartó tanulás. És soha nem fogom azt érezni szerintem, hogy na akkor most elértünk oda. Mert van egy ilyen mondás a rádiósok között, hogy akkor kell abba hagyni, amikor már nem izgulsz, amikor felvillan a piros lámpa. Igen, és én nagyon-nagyon-nagyon sokára szeretném, hogy ez elérkezzen, vagy remélem, hogy nem is fog soha elérkezni,
hogy én már ne izguljak, amikor élő adás van. Szóval én ezt, hogy kész vagyok, ezt nem gondolom most sem, meg szerintem 10 év múlva se fogom érezni, meglátjuk, mi lesz. És most hol tartasz? Most mi van veled? Most tanulok egyébként, és szeretném a rádiózást a lehető legjobb szintre felfejleszteni, hogy tényleg abban legyek a legjobb. Volt egyébként egy ilyen lelki válságom, amikor elkezdtem rádiózni, hogy a rádiós műsorvezetőnek mindennel is kell foglalkoznia, hogy rengeteg téma van, sütés-főzés, le van zárva az út, hogyan újítják fel, minden, és engem az kezdetén nagyon zavart, hogy mindenről kell beszélnem, de úgy igazán semmihez nem értek. Mindenhez is kell egy picit értenem, mindenbe is bele kell látnom, de úgy igazán semmihez nem értek. Csak úgy magához, a rádiózáshoz. De most már rájöttem, hogy egyébként mindig van olyan hallgató, aki ír, vagy mondja, hogyha valamit mondjuk félremondtam, ha valamivel nem vagyok teljesen tisztában, kiegészítő információt mond, és egyébként szerintem így lesz teljes egy rádiós adás műsorvezetőként, mert tényleg mindenhez nem tud érteni az ember, csak tanulni folyamatosan. Uh-huh. Térjünk még erre vissza, még erre szeretnék egy kicsit rákanyarodni, csak akkor még, ha Lilla itt olyan sokáig csöndben kellett, hogy legyen, akkor... mert egyébként te meg egy ilyen csicsergős lány vagy szerintem, és hát az, hogy a kamera mögött kell lenni egy lánynak, szerintem az egy ilyen kuriózum. Tehát, hogy mi nálunk az, amikor te megérkeztél, az tényleg egy ilyen csoda volt, hogy jé, van lány is, aki operatőr. Én úgy gondolom, hogy ebben van az igazi kreativitás. Szerintem igazából ez a képi világ visszaadása. Én ebben látom a kreativitást, én ezt szeretem nagyon. Úgyhogy én nagyon élvezem egyébként a kamera mögötti létet. De miért választottad egyébként ezt? Hát ez, most mondanám, hogy annyira véletlenül jött, de tudod, hogy nincsenek véletlenek, mindannyian tudjuk, hogy nincsenek véletlenek. Én azelőtt több helyen kipróbáltam magam, dolgoztam boltban, gyárban, kerestem a helyemet még ugye fiatalabb koromban. Aztán egyik dohányboltos reggelemen bejött hozzám kávézni a helyi televízió, nálunk lévő televíziónak az operatőre. Nálunk az ugye oroszlány. Igen, oroszlányom, bocsánat. És hát így valamiért nem tudom, meg kellett kérdeznem, hogy esetleg nem emelhetnék hozzátok kamerázgatni, mert hogy úgy csinálnám, meg úgy élvezném, meg telefonnal is szoktam csinálni ezt, aztán azok is tök jók. Hát de persze, gyere, kaptam a választ, ugye, meglepően. És akkor elmentem oda, ahol igazából pár héten keresztül főleg ilyen elméleti gyakorlatot szereztem, hogy úgy mondjam, kamerát akkor még nem vettem a kezembe. És pár nap múlva találkoztam egy barátommal és annak a barátnőjével, aki megdicsekedett, hogy ő pedig a Tatabányai Televíziónál van. Menjek át oda, ha gondolom. Hát mondom, akkor köszönöm is. A főnököm, az ottani főnököm azóta is emlegette sokat, hogy én csak így besétáltam az utcáról, hogy itt akarok dolgozni, és jöttem, és csináltam, és tetszett nekik, amit csinálok, úgyhogy végül oda vettek fel, ugye így főállásba, ott voltam éveken keresztül. Sajnos azt a televíziót megszüntették, és utána kerültem ide igazából. És ennek most már több, mint egy több, mint egy éve. És hogy érzed magad nálunk? Nagyon-nagyon-nagyon szeretek itt lenni. Hát ez körülbelül az első olyan munkahelyem, ami olyan, hogy szívesen jövök be, nem az, hogy gyomorgörcsöl, és hogy nem szívesen megyek haza egyébként, mert hogy jó itt lenni veletek. De meg ezt mi is mondhatjuk, mert ugye egy forgatási stáb az úgy néz ki, hogy elmegy egy szerkesztő, meg egy operatőr. És nagyon sok múlik azon, hogy mondjuk a kollégák között milyen a hangulat, és a Lilával nagyon jó forgatni egyébként. Nekem az is eszembe jutott, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy például az operatőr kezébe veszi a kamerát, és akkor elindítja, rekord, fölveszi, leállítja, és viszontlátásra. De hát azért itt nagyon sok minden elméleti dolgot is figyelembe kell venni, hogy most honnan veszed, mindenre ki van közé. Én ezen mindig meglepődök és ledöbbenek. Igen, de ehhez ugyebár érzék kell, szerintem egyfajta érzék is, és akinek ez megvan, az nem görcsöl erre rá, hanem csak úgy jön. Meg lehet tanulni is nyilván, de jó, ha van az embernek érzéke is. Meg az is egy fontos dolog szerintem, hogy egyrészt, hogy felelősségünk van a munkánk iránt. Minden iránt. Másrészt meg azt, hogy szerintem a legtöbben azért maximalisták vagyunk. És azt is egy kicsit el kell viselnünk, hogyha mondjuk kritika ér minket,
de mondjuk azáltal meg tudunk fejlődni, tehát hogy mi tényleg ez a folyamatos fejlődés, amit mondtok, ez mindig megvan, mert mindig új dolgokkal találkozunk, abszolút, új helyre megyünk. Nincs két ugyanolyan nap a médiában. Igen. És amit a többiek is mondtak, még ahhoz is csatlakozom, hogy én is azért szeretek leginkább itt lenni, mert a mi munkánk, a mi szakmánk az annyira szertágazó, mi minden rétegbe belelátunk igazából, tehát hogy ott vagyunk a legkisebbektől a legnagyobbakig, a leggazdagabbtól a legszegényebbig, mindenhol, és hogy mindenféle rétegbe belelátunk egy kicsit, és ez így tök érdekes. Igen, és amit az előbb mondtál arra, hogy visszacsatoljak, mert hogy én is úgy voltam vele egyébként, amikor újságírást elkezdtem, meg szerkesztő riporterkedni, hogy kaptam egy témát, és azt mondtam, hogy de hát én ehhez nem értek. Hát de most én ezt honnan tudjam? Hát nem már. És akkor jött még egy téma, és akkor de ne hát, mert most pont velem akarják ezt megíratni, de hát miért? Meg a híradós anyagokkal is, és hogy tényleg az van, hogy nekem akkor az akkori főszerkesztőnk Nagy Zoltán Péter elmagyarázta, hogy neked nem kell mindenhez érteni, tehát hogy senki nem ért mindenhez, csak neked arról kell tudósítani, ahol voltál, amit láttál, amit hallottál, ezt kell összefoglalnod, és akkor jó, mondom, megpróbáljuk. De nagyon nehéz az, hogy mondjuk elmész egy bírósági tárgyalásra, azért ott is ilyen mindenféle szigorú szabályok szerint vannak dolgok, meg kell tudni fogalmazni úgy, hogy azért az az embernek is érthető legyen, aki nézi a tévé előtt. Tehát, hogy, és tényleg a bírósági tárgyalástól kezdve a börtönön keresztül, a nem tudom, mindenféle színes eseményen részt veszünk. Nektek mi a kedvencetek? Témailag. Én nagyon szeretem az olyan programokat, ami talán nem a legjelentőségteljesebb, vagy nem a legfontosabb, de én nagyon szeretem, amikor gyerekekhez kell kimenni. Én engem az mindig olyan szinten föl tud tölteni, hogy bármilyen unalmas témám volt előtte, akkor ott kimegyek. Jó, hát nyilván nem a gyerekek a legjobb interjúalanyok, mert azért ők is nagyon megijednek a kamerától, tehát nehéz velük úgy dolgozni, de én azt nagyon szeretem, amikor így ők látványosan jól érzik magukat, visonganak, és akkor kicsit visszamegyünk ebbe a boldog gyerekkorba, és én azokat nagyon szeretem, azokat az anyagokat. És mi az, amit annyira nem szeretsz? Van ilyen? Vagy lehet mesélni? Én egyáltalán nem vagyok vallásos, és nekem például ezért a különböző vallási témákban nem azt mondom, hogy nem szeretem, csak nehezebben mozgok. Mert mindig nagyon azt érzem, hogy iszonyatosan ügyelnem kell arra, hogy mit mondok, hogy mondom. Nem feltétlenül értem, hogy ez mit jelent, vagy miért így van. Úgyhogy ez mindig kicsit kihívást jelent nekem, és ezért nem feltétlenül szeretem az ilyen témákat. Zalán, nálad akkor a szeretem, nem szeretem? Én kezdem a nem szeretemmel. Nekem a sport az unblock teljesen. Én Somos Zoliéknak akartam mondani, hogy hívjanak meg engem a kezdőkörbe, akkor biztos, hogy teljesen tropára vágom az egész műsorukat. Meg egyébként szoktak hívni engem focizni például, és akkor mondom, hát igen, hogyha abban a csapatban rakjatok, amiket szeretnétek, hogy veszítsen. Tehát, nekem a sport az ilyen mumus, de tényleg, ahogy Szilvi, te is mondtad, ha sporteseményre kell menni, akkor sporteseményre kell menni, és onnan tudósítani. Legfeljebb valamelyik sportos kollégát megkérdezem, hogy valami alapinformáció sincs meg, hogy abban segítsem. Amit pedig nagyon szeretek, az olyan forgatások, az olyan anyagok, ahol tudok kreatívkodni. Ahol mondjuk tudok különböző bejátszókat berakni, színesen leforgatni az eseményeket. Legyen az akár egy nagy nívós esemény, legyen az akár egy kicsi esemény. Én nekem az fontos, hogy tudjak kreatívkodni, és valami olyat tudjak előállítani, ami mondjuk kicsit különleges, vagy kicsit más, mint a megszokott. Ez ilyen furcsa dolognak tűnhet. Hú, nem tudok most így hirtelen példát mondani. Talán legutóbb voltunk Válon egy ilyen szemétszedési akción, ugye a Teszed akciónak volt az a nyitó eseménye, és akkor az mondjuk ott abból a szempontból volt különleges, hogy a politikusok, önkéntesek, mindenki együtt tett a környezetért, és akkor ott úgy forgattunk az operatőr kollégával, hogy ott tényleg nem csak az volt, hogy megszólítottuk őket, hanem extra képeket is vettünk fel, extra bejátszók voltak benne. És például én ebben tudom kiélni a kreativitásomat.
Lilla, neked így, mint operatőr? Hát én leginkább a művészeti jellegű eseményeket szeretem forgatni, galéria megnyitók, táncos előadások, bármi ilyesmi. Amit kevésbé a szívem csücske, ugyanúgy, mint Angélának, kicsit tartózkodom ugye a vallási eseményektől, de hát ha ott kell lenni, ott kell lenni, és arról kell beszámolni. Nagyon-nagyon szeretem még, amikor nyáron valamilyen vízparton forgatunk, például a Balatonnál vagy Velencén, az mindig nagyon jó móka, meg hát itt van a Fezen és hasonlók, ahol szintén nagyon jól érezzük magunkat, és közben dolgozunk is, de így kerek. Az a szó, hogy a lázat, az mit jelent nektek? Vagy hogy nyilvánul meg a ti munkátokban? Mit gondoltok? Ja, kezdjem én meg, megyünk itt sorba. Szerintem ez a szó egyrészt mindenkinek kicsit mást jelent, meg szituációban is, munkahelyen is mindig kicsit mást jelent. Én azt gondolom, hogy én próbálom mindig elfogadni a kritikát, az építő jellegű kritikát, és nagyon figyelek arra, hogy ezeket bele is építsem a további munkámba, és én azt gondolom, hogy ez is az alázat része, hogy én ezeket elfogadom, és értékelem azt, hogyha egy nálamnál feljebb való ember valamilyen tanácsot ad nekem, és én erre nem visszavágok, ezt egyébként nagyon nehezen tanultam meg eleinte, mert nem itt, hanem a mindennapokban, hogy az egóm, az én egóm, az hogyha sérül, akkor ne vágjak vissza. És hogy hiába megvan a véleményem, azért lássam meg a másik embernek az oldalát, és lehet, hogy neki is rossz napja volt, olyan kedve szólt hozzám, ami nem volt feltétlenül megfelelő, de hogy én ezt tudjam helyén kezelni. Talán egy kicsit ezzel választottam. Ez jutott eszembe most. Zalán? Ez egy egyben megfogható, de egyben megfoghatatlan kifejezés is, ez az alázat. Nagyon sok mindenben megmutatkozhat. Én azt gondolom, hogy én ezt magát a médiát, rádiózást, tévézést nem tudom munkaként felfogni. Nekem ez a hobbim, ez a szerelmem egyben, és szerintem ezzel mindent elmondok, hogy imádom csinálni. És nekem ez nem egy olyan munka, hogy most nézem, hogy mikor lesz már 4 óra, hogy hadd menjünk már haza, hanem én a szabadidőmben is nagyon sokszor ezzel foglalkozom. Angihoz is tudok egyébként kapcsolódni ebben, hogy a kritika az hogyha kritikával illetnek, vagy tanácsot adnak, akkor azt tudjam elfogadni. És nekem is ez egy procedúra volt, hogy átessek azon a, nem tudom máshogy megfogalmazni, hogy azon az egóharcon magamon belül, hogy oké, hogy felvettek a médiacentrumhoz, már én egy jó ideje csinálom, de hogy azt nem biztos, hogy jól csinálom. Meg nem biztos, hogy úgy csináltam eddig, ahogy egyébként a szakmailag kell. És először nehéz volt így éppen ezért elfogadni a kritikákat, mert hogy tökre meg voltam győződve abban, hogy én ezt eddig jól csináltam, és kiderült, hogy egyáltalán nem. Úgyhogy én ezt tudnám így hozzáfűzni az alázat kérdéséhez. Viszont egyébként most, hogy erre kapcsolódjak, szerintem azért itt az egyéniségeket, ahogy egyébként a műsor elején is mondtam, hogy szerintem ti egyéniségek vagytok mindegyiktök, meg ahogy sokan mások is itt az egész médiacentrumban, de hogy minket egyéniségeket ugye azért hagynak valamennyire kibontakozni. Persze. Nem? Tehát, hogy a maga az, hogy mondjuk ti, mint szerkesztők, mit írtok, hogy írtok maximum abban egy kis stilisztikai javítás, ez az amaz, de hogy bele tudjuk adni a saját egyéniségünket a munkába. És persze, ez nagyon fontos a médiában egyébként, főleg a rádiózásban. Nagyon sokan azt hallják, bocsánat, hogy csak így zárójelesen hozzáfűzöm, hogy nagyon, vannak olyan rádiósok Magyarországon, akik azt mondják, hogy egyen mindenkinek ugyanúgy, hogy ugyanazt kapja a hallgató. Ebben is van valami, de akkor a műsorvezetőnek az egyéniség elveszik, ami miatt mondjuk ő akár rádiós lett. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy bárhol, ahol eddig én rádióztam, vagy médiában dolgoztam, hagyták, hogy a saját egyéniségem kifejlődjön. És ez még mindig fejlődik. Szóval még mindig nem tudom azt mondani, hogy na, ha ezt meg ezt csinálom, akkor én vagyok a Varga Zalán,
De elindultam egy úton, és lehetek önmagam médiában. Na, akkor ha már ide jutottunk hozzád, akkor még az alázatról beszélj meg, akkor esetleg erről is egy picit, hogy mit gondolsz. Hát nekem alázatot szerencsére már egészen kicsi korom óta volt szerencsém gyakorolni, mert ugye én balettoztam, még egyszer szóba kerül, ott aztán tanul az ember alázatot. És szerintem ezt mondhatnánk akár egy másik szóval, például tisztelet. Az alázat az egyfajta tisztelet igazából szerintem, hogy tiszteled a mesteredet, tiszteled a tanárodat, tiszteled a tanulmányodat, tiszteled a nézőket, a hallgatókat esetleg, és így alázattal vagy feléjük is. Szerintem nagyjából csak ennyit jelent. És a munkádban te hogy tudsz egyéniségileg kiteljesedni? Hát, hogy mindenkinek van egy olyan kis, igen, felismerhető kis különlegessége, amit máshogy csinál, mint a többiek, és ez úgy minden munkájában meglátszik. Hogy most ez nálam konkrétan micsoda, azt így nem tudnám keretbe foglalni, de mindenkinek van ilyen, amit önmagává válik a munkája is. Azt szerintem a nézők nem tudják, mert hogy ők mondjuk nézik akár a híradásainkat, és akkor látnak egy-egy képsort, és akkor a végén esetleg feltűnik a nevetek, de hogy ők nem tudják azt, hogy tényleg ez így van még akár a képek felvételénél is, hogy mi legalábbis szerkesztők, akik minden nap visszanézzük az elkészült anyagokat, látjuk azt, hogy tehát nem kell tudni, hogy ki volt az, mert megmondom. Tehát, hogy... Igen, ez ugyanolyan, mint például a DJ-nél, vagy nem is tudom, őnek is van egy egyedi hangzásuk mindenkinek, és akkor így megkülönböztethető. No, mi vár rátok a jövőben? Kicsit a közelebbi jövőben, a nyáron, mivel fogtok foglalkozni, meg hát hogy szerintetek most tényleg itt áll előttetek az élet, és hogy milyen terveitek vannak? Fú, hát ez a mi leszek, ha nagy leszek kérdés, ez mindig nagyon, nagyon nehéz, és sose tudtam rá szerintem így egy konkrét választ adni. Én ugye jelenleg a Corvinus Egyetemen tanulok, ott egyébként kommunikáció médiát, ami hát azért nem az egyetemi világ csúcsa, hogy úgy mondjam, sokszor csúfolják ugye büfészaknak, bár én ezt egyáltalán nem így gondolom, tehát ez szerintem mindenki maga dönti el, hogy mi a büfészak, mert ha én úgy kezelem, hogy büfészak, akkor büfészak. De én ezt egyáltalán nem így fogom föl. Hát nyilván ezzel a médiában tudok egy kicsi tapasztalatot szerezni, elméleti tudást szerezni, úgyhogy most megcsinálgatom az alapdiplomámat, most vagyok első éves, ugye, és közben megcsinálom folyamatosan a kis projektjeimet. A színház meg szerintem egy sokkal kevésbé megfogható dolog, ez egyébként mindig is ezért próbáltam magam így, tehát, hogy próbáltam a fejemre hallgatni, és nem a szívemre, ami nem feltétlen jó, hogy ez egy kiszámíthatatlan közeg. Nem tudom, hogy hiába mondjuk valakinek van egy színész diplomája, akkor is lehet, hogy nincsen munkája. Uh-huh. Most ki tudja, hogy szimpatikus vagyok-e a rendezőnek, vagy sem, akkor lehet, hogy lesz munkám, vagy nem lesz. Úgyhogy én ott így kézzel-lábbal próbálom megragadni a lehetőségeket, azt, amit szeretek, azt elvállalom. És egyébként meg vagyok itt a tévé. Hát most nyáron ez lesz a projekt, hogy kicsit visszatérek ide, mert most az egyetem miatt igen keveset tudtam járni, dolgozni, de most a nyáron majd kielvezem, hogy itt tudok lenni. Meg mi is, mert akkor egy kicsit lábat lógatunk. Viszont ezt felmerült bennem ez a kérdés, hogy akkor te vajon miért nem a színművészetire jelentkeztél, és lehet, hogy tudom a választ egyébként, ezt én már többször elmondtam ebben a műsorban, hogy én szerettem volna színésznő lenni, és azért nem jelentkeztem, illetve jelentkeztem, csak nem mertem elmenni, mert én úgy voltam, hogy nem tudok annyi szöveget megtanulni. Ahogy ezt néha-néha a kollégáim tapasztalhatják egy-egy felkonf felvétel során, hogy el kell mondanom 20-szor, mert tényleg nem, egyszerűen nincs meg az a képességem, hogy sok-sok hosszú monológot, akár itt verset megjegyezzek. Tehát, hogy ez nem, és akkor azt mondtam, hogy inkább marad a kommunikáció szak. Hát nálam ez sose volt probléma, a szövegtanulás. Tehát, hogy én a jelenlegi előadásokban is nagyon vicces, hogy néha azon kapnak a takarásban, hogy a többi szereplőnek a szövegét mondom fejből, mert egyszer-kétszer hallom, és akkor utána beül a fejembe. Úgyhogy nekem ezzel nem volt problémám, nem, emiatt nem jelentkeztem.
megint csak a fejemre tudok hivatkozni, hogy én úgy voltam vele, hogy szeretnék egy B-tervet, és előbb szeretném a B-tervet a kezemben tudni, és több lábon állni, mielőtt ebbe az egész ingoványos területbe belevetem magam. És ezért ugye elmentem így egyetemre, és most úgy vagyok vele, hogyha 21 évesen kijövök az egyetemről, még akkor is előttem az élet. Tehát, hogy ugyanúgy tudok jelentkezni színművészetire is, nyilván akkor már kicsit érettebb vagyok, ami néha nem feltétlenül előny, de hogy igazán akkor is még 2-3 évet tudok próbálkozni. Maximum elmegyek egy színészképzőbe, lesz egy felnőtt képzéses papírom, és meg akkor is el tudom dönteni, hogy mit szeretnék. Nagyon jó, hogy ilyen tudatos vagy már most. Zalán, neked milyen terveid vannak? Ilyen nagyon egetrengető terveim nincsenek. Bár valamilyen szempontból egetrengető, mert nagyon sokan mondják, hogy a tévézés meg a rádiózás az kezdi elveszíteni a közönségét, és én a rádió esetében ezen szeretnék változtatni. Hogy olyan rádiót hozzunk létre, olyan rádiót csináljunk, ami igenis ad a hallgatónak, mert ennek kéne lenni a fő célnak, hogy adjunk a hallgatónak. És ez is hozzátartozik egyébként az alázat részéhez szerintem. És én ezt szeretném megvalósítani, hogy tényleg létrejöjjön egy olyan rádió, amit 0-24 jó hallgatni. Hogy nem érzem azt egyik pillanatban sem, hogy hú, most de elkapcsolnék róla. És ez tényleg abból a szempontból nagyon egetrengető, hogy nagyon nehéz ezt megcsinálni, mert hogyha most csak a zenékre gondolunk, akkor nem lehet olyan zenét játszani, ami mindenkinek 100%-osan megfelel. Nem lehet olyan témáról beszélgetni, ami tényleg mindenkit érdekel, de arra próbálnék törekedni, hogy a lehető legtöbb embert meg tudjuk szólítani egy rádióval. És én nekem a rádiózás jövőjét illetően vannak terveim egyébként. Én kívánom, hogy a tévézését illetően is legyen. Mert azért én azt gondolom, hogy szükség van rá, attól függetlenül, hogy milyen online világban élünk. Egyértelműen. Köszönöm, ha segítesz nekünk ebben. Rajta leszek. Lilla? Nekem sincsenek olyan óriási nagy terveim. Most készülök a nyárra, ugye, a televíziózás mellett esküvőket szoktam forgatni, és akkor már azokra kell most lassacskán készülni, mindjárt lesz az első idén. Aztán azon kívül én most itt egy kicsit megtelepedtem ide, úgyhogy maximum itt szeretném bebiztosítani magamat Fehérváron, esetleg kicsit közelebb orientálódni, beköltözni, hasonlók. Nyáron sok pihenés, utazás, munka, ilyesmik. Jaj, de aranyosan mondtad ezt, hogy munka. No, itt a műsorunk vége felé, bár ezzel nem bombáztalak titeket előtte, de akkor egy kis meglepetésként, szerintem Zalánt már nem lepem meg nagyon. Van-e olyan emlékezetes, vicces, vakis, bármi, amit elmondanátok? Forgatás, vagy csak ami olyan nagyon-nagyon emlékezetes, nem feltétlen vicces? Bevalljuk most. Na várjátok, együtt volt? Bevalljuk most. Együtt csináltátok? De muszáj, Zalán, itt az idő. Te jó! Na, most akkor lerántjuk a leplet. Kedves nézőink, lerántjuk a leplet. Na, most... Ez nagyon emlékezetes is, és vicces is igazából. Hú, most elkezdtem izgulni. Elkezdjem, vagy elkezded? Egy élőzésre indultunk igazából, már kicsit talán késve is, de az még... Késve nem voltunk szerintem. Hát időben előbb kellett volna elindulnunk. Az a lényeg, hogy először egy rossz helyszínre mentünk, amikor volt a Burgundy téma. Amiről aztán kiderült, hogy jó helyszínen voltunk. És később kiderült, hogy végig. Témáról beszélünk. Sajnos a tavalyi repülőgép napról van szó. Igen, oda kellett mennünk ugye élőzni, az M1 küldött ki minket. És oda mentünk egy helyszínre, amire a kollégáink azt mondták, hogy az nem az a helyszín, azonnal menjünk el onnan, mert ez nem jó helyszín. Hát elindultunk. És igen, körbe mentünk, autópálya, minden, és eljutottunk. Mert Zalán mondta, hogy itt menjek fel az autópályára, és erre mondom, jó, oké. És mi annyira gyorsan siettünk, hogy az élőbe be tudjunk kapcsolni, és annyira siettünk, és... Hogy rossz oldalra hajtottunk fel az autópályára. És 140-nel szágódottam a rossz irányba, ellenkező irányba, úgyhogy pár percünk volt bejelentkezni a helyszínről. Úgyhogy igen, szóval egy élő bejelentkezés az... És amikor ez így leesett ott
az valami katasztrofális hogy amikor, de amikor mentünk fel az autópályára, és ez a csiga egy kicsit hosszabb, és te mondom, elindultunk a másik irányba. Nem is vagyunk a városba, tudod, tehát meddig kell még menni? Szóval ott voltunk az Osanos felhajtónál, és elindultunk Szabadbattyán irányába. Hát az minden fele mentünk, csak Börgönd fele nem, amerre kellett volna. De aztán végül elég körülményesen, de megoldottuk. Sikerült. Lett bejelentkezés, csak itt hozzáfűzném csak zárójelesen. Csak nem Börgöndről fogadjuk. Egy bokor előtt az autópálya mellett. Azt mondták, mindegy, jó az, majd azt mondjuk, hogy ott vagyunk. Gyerekek, szóval hát ebben nagyon lett a tenyerem, ahogy elmeséltem. Ez nagyon durva eset volt. Mert kiderült, hogy a baleseti helyszíntől egyébként 50 ott méterre voltunk. Tehát, hogy legelőször és ott onnan voltunk. Küldtek el minket, és onnan indultunk el teljesen körbe a városon, és utána rossz autópálya, minden közre játszott. Mert alapjáraton, maga egy élőzés, az alapjáraton is elég gyomorgörcsel jár. Hogyha felkészült vagy, meg időben ott vagy akkor is. Hát egy ilyen helyzetben meg nem akarom a legrosszabb ellenségemnek sem, hogy ilyen helyzetbe kerüljön. Szerencsére ma már csak nevetünk rajta. Igen. És nagyon sokat tanultunk az esetről. Az biztos. És nem sok fül között marad ez, úgyhogy. Ja, nem. Ezt ígérjétek meg, hogy így közöttünk. Figyelj, ez tavaly volt már elévőt, jó? Igen. Egyébként a Lillával ezért szeretek ilyenkor forgatni menni, mert hogy alapvetően ugye egyikünk se fehérvári. És tehát, hogy mi hogyan szoktunk keringeni itt a város. Tehát, hogy te ezt tudod, hogy hova? Á, fogalmam sincs. Tehát ide jársz, azért nem tudom, 7 éve. Nem tudom, nem voltam ott még. Úgyhogy vele mindig ez a... Lehet, hogy előbb kellene indulnatok legalább. Ezt a történetet szerintem nem tudom, hogy beleállni semmivel. És valamit így az elmúlt egy éves tapasztalatodból? Szerintem semmilyen egetrengető nem történt. Inkább csak az tényleg, hogy amit már el is mondtam, hogy ez, hogy ennyi helyre ki tudok menni, és hogy már tehát, hogy a belvárosban is úgy ismernek meg az emberek, hogy jaj, a riporter kisasszony, ez nekem ilyen nagyon nagy pluszpont volt, azt hiszem, de ilyen történetem nincsen. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sajnos a műsoridőnk lejárt, de... Hát szerintem nem örökre búcsúzunk, mert hát ugye látjuk, Zalán is visszatért, meg hát remélem, hogy ti is majd még későbbiekben vissza tudtok térni és beszámolni arról, hogy telt az elmúlt időszakotok. Úgyhogy legyetek ugyanilyen ügyesek és ilyen kreatívak, meg egyéniségek, amilyenek vagytok. Köszönjük szépen! Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, a nálatok Mizut látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.